Befektetésre buzdít az azeri elnök. Magyarország stratégiai érdeke, hogy az azeri gáz eljusson hozzánk, így legyen alternatív forrásunk az orosz mellett, közölte tegnap Orbán Viktor miniszterelnök a Magyar Azeri Gazdasági Fórumon. És ebben az azeri kérdésben azt hiszem, hogy számíthatunk következő vendégünkre, Bokros Lajosra is, mert hogyha jól tudom, akkor járt Azerbajdzsánban. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Mint állam? Egyáltalán nem, éppen ellenkezőleg. Már Heydar Aliyev idején jártam ott, aztán a papa után következett a fia, Ilham Aliyev, és ez az ország arról szól, hogy diktatúra van, méghozzá egy fasisztoid diktatúra, börtönökkel, koncentrációs táborokkal, semmiféle sajtószabadság, gyülekezési szabadság, és semmiféle demokrácia nincs. Ez mint az állam Orbán Viktor számára. Egyébként az idősebb Aliyev kapott most koszorút a mi külügyminiszterünktől, és a magyar sajtó azt is felrótta neki, hogy KGB ügynök volt korábban. Hát persze, hogy az volt más, mert nem lehetett volna az azerbajdzsáni kommunista párt vezetője. Tehát ezt tudni kell, hogy a kommunista rendszerben minden úgynevezett szovjet tagállam vezetője, az legalább annyira be volt fűzve a titkos szolgálatba, mint amennyire a párt bürokráciájába. Következésképpen itten, ha mintaállamról beszélnek, akkor ez saját magukról szól. Azt viszont elmondhatjuk, hogy ha pénzről van szó, akkor azért a fejlett nyugati demokráciák sem szoktak feltétlenül annyira finnyásak lenni, hiszen az Egyesült Államok is üzletel rengeteg olyan országgal, ami politikailag teljesen másképp működik, mint maga az USA. De legalább nem nevezi mintaállamnak. Ez a különbség? Tehát igen, az nem baj, hogy szeretnénk pénzt kapni tőlük, gázt és megrendeléseket, az a baj, hogy koszorúzunk, bélyegeket adunk ki, és mint államnak nevezzük. Igen, ez nagyon fontos. A szimbolikus politizálásnak a jelentősége fölbecsülhetetlen. Hogyha egy ország vezetése ideológiailag és politikailag azonosítja magát egy fasisztoid diktatúrának a vezetésével, az saját magáról állítja ki a szegénységi bizonyítványt. Ez nagyon fontos, ezt a magyar népnek meg kell érteni. Hát csak ahogy mondjuk versenyzünk az azeri gázért, meg az azeri pénzért nálunk fejlettebb gazdaságú országokkal, el tudom képzelni, hogy valahogy úgy kalkulálhatott a magyar külügyminiszter meg a miniszterelnök, hogy amiben mi messzebb tudunk menni, azok a gesztusok. Itt van sok baj. Az egyik az, hogy a gesztusok jelentősége óriási, mint ahogy előbb mondtam, a jelképes politizálásnak van foganatja. A másik az, hogy egyelőre ez az azeri gáz nem tud megérkezni Magyarországra, mert nincsen cső. Az akkor tud majd megérkezni, hogyha ez a bizonyos déli áramlat mellett ez a sokkal korábban eltervezett Európai Uniós vállalkozás, ez a Nabucco gázvezeték is megépül, amiről egyelőre nem szól a fáma, tehát ez mondjuk az elkövetkező 10 évben egy csepp azeri gázt nem fog hozni Magyarországra. Magyarországra akkor lehet azeri gázt hozni, hogyha kihasználják azt a vezetéket, ami Bakuból a Csejhani török kikötőbe megy, és onnan hajóval elhozzák az Adriai tengerre. Ennek a logisztikája sincsen kidolgozva, és ez is nagyon sok pénzbe került. Tehát itt most még az azeri gázról nem érdemes beszélni jó 10 évig, arról érdemes beszélni, hogyha befektetési lehetőségeket akarnak a magyar oligarchák, akkor Azerbajdzsán nagyon jó, mert az egy rendkívül korrupt állam, következésképpen ezekkel az úgynevezett politikai korrupciós kapcsolatukkal minden elintézhető. Hát csak másfelől meg azért ütik naponta a magyar kormányt, a magyar ellenzék is, meg mostanában már külföldről is, hogy ahelyett, hogy diverzifikálna és csökkenteni az orosz gáztól való függését, ahelyett egyre mélyebben sűrűdünk a Gazprom megállapodásokba. Na most akkor szeretnénk, hogy keressék a jövőben a más irányból jövő gázt, meg a más utakat, mert akkor ezek hosszú távú folyamatok, és valóban 10-20, meg 30-40 évben kell gondolkodni, vagy nem. És ha szeretnénk, akkor hát gáz sajnos olyan helyeken van, ahol más típusú gáz is. Most a baj az, hogy, mint mondtam az előbb, erre jó 10 évet még várni kell, és addig sok más országból is be lehet szerezni. Például mondok egy nagyon elrettentő példát az Egyesült Államokból, amely lassan belefullad a palagázba. Hát csak ahhoz cseppfolyós állapotban kéne idehozni, igen, most, tengerünk meg nincsen. Így van, pontosan most építik azokat a cseppfolyósító üzemeket az Egyesült Államok déli és keleti partján, ahonnan lehet gázt importálni, és akkor ugyanaz történik, mint az azeri gázzal jelenleg, tehát a horvátországi kikötőkből lehet azt fölhozni az Adria gázvezetéken keresztül. Ez nagyon lényeges különbség, de egyébként én nem vagyok ellene az azerbajdzsáni, az oroszországi, a kínai, vagy a török, vagy akármilyen gazdasági kapcsolatok fejlesztésének, de nagyon lényeges, hogy ezt visszafogottan kell tenni, és a diverzifikálás nem azt jelenti, hogy
csak rájuk számítunk ebben a diverzifikálásban, sokrétűvé tételben, és pláne nem azt, hogy olyan szimbolikus politizálást folytatunk, ami a magyar társadalmat és a magyar politikai rendszert közelebb hozza ezekhez az egyértelműen fasisztoid diktatúrákhoz. Ígértem az előbb a nézőknek, hogy a devizahitelek forintosításáról is beszélünk, Pápa Leventével már el is kezdtük ezt. Piaci árfolyamon történik végül a forintosítás, ami abból a szempontból meglepő, hogy mondjuk még Kósa Lajos is olyanokat mondott nyáron, hogy ez már azért is elképzelhetetlen a piaci árfolyam, mert semmi értelme nem lenne. Ő azt hiszem úgy fogalmazott pontosan, hogy olyan mértékben hozná lehetetlen helyzetbe a devizahiteleseket, hogy amit eddig adtunk segítséget, annak semmi értelme nem lenne. Igen, ez nagyon érdekes, hogy Kósa Lajos akkor vagy nem volt tájékozva pontosan a kormány szándékairól, vagy nem voltak a kormánynak még akkor pontos szándékai. Hát vagy voltak ez pontos szándékai, és ez egy kedvezményes árfolyam. Igen, de ez egy rendkívül jó példája annak, hogy nem tudja a jobb kéz, mit csinál a bal. Örül annak, amit végül a bal kéz csinált? Ugye ön piacbarát, ez pedig egy piacbarát intézkedés ahhoz képest. Nem, én egyáltalán nem tartom jó dolognak a forintosítást. Sok szempontból. Egyrészt azért, mert a devizatartalékainkat legalább negyedével csökkenti. A Magyar Nemzeti Bank. Így van, ami komoly sebezhetőséget jelent az egész nemzetgazdaságnak. A Nemzeti Bank nem azért van, hogy eladogassa ezeket a devizatartalékokat. De sokat nőtt az elmúlt időszakban a Nemzeti Bank devizatartaléka. Nem nőtt olyan sokat, 35 milliárd euróról van szó, és ennek a negyed része, mint egy 9 milliárd euró lenne az, amelyik szükséges ahhoz, hogy forintosítsák. De menjünk tovább a forintosításnak, azért sincs semmi értelme, mert így, hogyha netán véletlenül a forint visszaerősödik, akkor abból semmilyen hasznot nem látnak majd a devizahitelesek. Hiszen... De miért erősödne vissza? Ugye éppen az előbb mondta Pápa Levente, hogy ez így lenne akkor, ha erre lenne esély. Ja, akkor de most tudjuk azt, hogy nem lesz forint erősödés soha? Hát azt nem mondtuk, hogy soha, de mondjuk a belátható következő néhány évben, amíg itt a kormány, a kormányos Matolcsi György, igen, tehát hogy igen, akkor... Igen, tehát én ezt azért tartom érdekesnek, mert ezzel tulajdonképpen burkoltan a jegyban kimondta, hogy az az érdeke, hogy a forint minél gyengébb legyen. Ez nagyon érdekes, mert ez azt jelenti, hogy csak a betétesek fognak rosszul járni, csak a pénzintézetek, amelyeknek a tőkébe belehasít nem a forintosítás, hanem ez a devizahitelesek megmentése című játék, ahol valószínűleg a devizahiteleseket nem a forintosításba akarják kompenzálni, mert abban lehet, hogy veszteni fognak, hanem abban, hogy ezt az úgynevezett tisztességtelen idézőjelbe kamatemelés meg egyéb feltétel változtatásokról szerzett többletpénzt azt a bankoktól igyekeznek visszaszedni. Hát meg itt lesz ugye a fair bankokról szóló törvény, amiben olyan fontos részletek... Az a jövőről részletek... szól, nem a múltról. Tehát ez nagyon lényeges. De mondjuk azt, hogy például a újonnan forintosított hiteleket milyen kamaton adhatják, az ebben a törvényben lesz, ha én jól értem. És ez nem az lesz, hogy milyen részlet. Kamaton, mert a kamatot azt a piac határozhatja meg. Így van. Hanem ha arról van szó, hogy a bank egy oldalon akar változtatni, akkor egyrészt a hiteladósnak joga van azt felmondani, joga van átvinni másik bankhoz, de ez fából vaskolik a különben nagy részt, mert hogyha a kamatemelésre kerül sor egy banknál, akkor tipikusan az szokott történni, hogy az összes banknál kamatemelésre kerül sor, mert a források hogy, nagy része külföldről származik. És például ilyen szabályok lesznek, hogy egy hitel élettartama alatt összesen hányszor lehet egyáltalán kamatot az meg emelni. Nettó hülyeség. Mert hogyha a világpiacon a kamatok minden nap változnak, és netán ezt a bankok a saját üzletszabályzatukba úgy érvényesítették, hogy akár minden hónapban egy változó kamatozású hitel esetében módosíthatják a kamatokat, akkor ez egy teljesen tisztességes eljárás, ezt nem lehet megakadályozni. De ha benne lesz a törvényben valami ilyesmi hírlik, nem lesz hogy hitelezés. Ötször lehet összesen. Ez lesz a jó. Így van. Tehát erre akartam kiukadni a végén, hogy a Nemzeti Károkozás Kormánya minden tevékenysége arra irányul, hogy a hitelezés lehetetlenítse Magyarországon. Következésképpen a hitelhíja majd minden gazdasági vállalkozást el fog akasztani Széchenyivel szólva, tehát nem lesz gazdasági növekedés sohasem. Ez biztos nem lehet a deklarált, illetve a szándékos cél, sőt állandóan arról beszél a kormány, hogy szeretné felpörgetni a hitelezést, hiszen tényleg az a gazdaság motorja. Igen. A gazdasági növekedés pedig nagyon fontos, elsősorban azért is például, hogy ne csúszunk vissza mondjuk egy túlzott deficit eljárásba, és ne szóljon bele az Európai Unió, hogy milyen unortodox gazdaságpolitikát követünk. Igen, csak az a baj, hogy ez az unortodox gazdaságpolitika minden elemében, minden ízében, minden szeletében ellentmond a növekedésbarát gazdaságpolitikának. A növekedéshez ugyanis hitelezés kell, ahhoz megtakarítások kellenek. Most éppen a betétesek kárára megy a játék, mert hogyha a betétesek nem fognak kapni semmiféle garanciát arra, hogy a betéteik szilárdan
biztonságosan megvannak, illetve hogy olyan jövedelmet kapnak, ami legalább a kamatokban megtérül az infláció, akkor nem leszek betétek semmi. De hogyha ez a gazdaságpolitika ekkora elmebaj, akkor hogy lehet, hogy mondjuk például a Moody's hitelminősítő éppen most változtatla stabilra a Magyarország minősítését? Budapestét, nem Magyarországét egyelőre. Tehát majd meglátjuk, hogy hogy lesz Magyarországgal kapcsolatban, de egyébként ebből az látszik, hogy a pénzügyi egyensúly és a növekedés követelményei bizonyos tekintetben ellentmondanak egymásnak, és a gazdaságpolitika művészete az lenne, hogy ezt a két szempontot egyesítsük. Ez 20 évvel ezelőtt megtörtént a stabilizáció keretében, amikor az egyensúlyt is helyreállítottuk, és növekedés is volt. Azóta vagy növekedés van, vagy egyensúly, ez már az első Orbán kormány óta világosan látszik. Minden kormány, első helyen az Orbán kormány, aztán Medgyessy, majd Gyurcsány kormánya elrontotta az egyensúlyt, persze volt növekedés, most van egyensúly, de növekedés nincs. Köszönöm szépen, hogy mindezt elmondtam, most híradó következik, aztán várjuk Önöket vissza.